Üdvözlök mindenkit a mai alkalommal. Ez azért is különleges, mert ugye van a Magyar Kultúra napja, éppen ma van, és hát megkíséreljük ezt Kínával reprezentálni ezen az alkalommal. Mindig avval szoktuk kezdeni, van egy-két technikai dolog, amit szeretnék elmondani. Talán láttátok, van egy kezdeményezésünk, és az picit talán a személyem miatt van ez, a szalonnal összekötődik. Ez a tudományos önképzőkör, amelyik a Ferences gimnáziumba indult, és most volt a negyedik előadása, amelyik most már úgy gondoltuk, hogy úgy néz ki a dolog, hogy nyilvános is lehet, tehát mindenkinek, aki a Szentendre szalonnál elő szokott fordulni, azt szívesen látjuk. A legközelebbi programunk az február 20-án lesz, érdekes, izgalmas dolog, Jáva-szigeti vulkánokról lesz szó, a ELTE geofizikai tanszék vezetőjének a előadásába, Karácsony Dávid, aki két héttel ezelőtt itt volt nálunk, amikor a Szántó Piroskában voltunk. Szentendrén lakik egyébként. Na ez a többlet, ez a Szentendre, a szalonni programokon túli dolog. Még egy technikai dolgot szeretnék megemlíteni. Két hét múlva évadzáró és évadnyitó, ez az új találmány. Programot csinálnánk a Kossuth Lajos utcában egy étterem. Az most ilyen pizzéria, nem tudom, hogy hívják, valami lámia, vagy valami ilyesmi. Nekem a fa inn maradt, mert ugye legutoljára az volt, ezt megelőzően az volt, annak az emeleti helységében találkoznánk egy ilyen évadzáró összejövetelre, és egyben évadnyitóra rájöttem, hogyha most nincsen szünet közben, mint nyáron van, akkor miért csinálnánk egymás után két ilyet, holott azt a másik alkalmat hasznosabban lehet, tudnánk egy jó előadással kihasználni. Tehát ez lenne a következő, meghívott természetesen. Mai alkalom az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen sorozatfélének egy újabb eleme, amelyik talán emlékeztek rá, indiai beszámolótán kettő is volt indiai, ugye Elemér volt, és azt hiszem a Szakács Imre volt még egy másik indiai beszámolóval. Én ilyen távol keretén csendes óceáni szigetvilágról azt hiszem meséltem, meg talán volt még más is. De a következő ilyen exotikus... Közben az Elemér üdvözöl mindenkit, és javul az állapotban. Ja, igen, köszönöm, hogy mondtad, és... A március 15-én talpra magyart mondtak neki, és fejre esett. Most szokták mondani, hogy viccet, szóval leesett a fáról, ez szószoros ért, mert tényleg arról szó. Fölmászott valamilyen gyümölcsfára, és leesett. És pont a tarkójára. És hát az Elemért ismerjük, ő mindig ilyen kalandos volt egyébként. De ezt a fajta változatot még nem ismertem tőle, de szóval ez történt, igen. Köszönjük, hogy jól szóltál, mert elfelejtettem mondani. Na hát, ezek a történések, és mostani alkalommal pedig átadnám a szót a Alföld Istvánnak és a feleségének, akik elvezetnek minket abba a furcsa kínai világba, amelyikről, hát mindannyian azt hiszem kíváncsiak vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, megkérhetem a hölgyet, hogy álljon ide mellém. Bemutatkozással kezdenénk, jó estét kívánunk. Azzal kezdjük, hogy ez egy kicsit nagyképű és beképzelt kínai közmondással kezdjük. A közmondás nem beképzelt, mi vagyunk azok, ugye, mert azt mondjuk, hogy mindig azokat kell kérdezni, akik visszafelé jönnek. Mi visszafelé itt vagyunk, hogy mennyire lehet bennünket kérdezni, ez majd a közben meg a végén kiderül. Gondolom többen voltak már Kínában, mi
most voltunk először, és fantasztikus élmény volt, de mielőtt ezt elkezdenénk, azért szeretném bemutatni magunkat. Feleségem Alföld Istváné Dán Gabriella, aki itt nagyon jól érzi magát, mert ő a Corvinus Egyetem központi könyvtárának főigazgató asszonya volt, és egyébként pedig egy gyakorlott előadó, kivéve Kína témában. Jó magam pedig Alföld István vagyok, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság ügyvezető igazgatója. Tulajdonképpen én is elég sokszor adok, sokszor tartok előadást, Kína témában még életemben nem. Úgyhogy ezzel nagyjából azt gondolom, hogy a mentegetőzésen túl vagyunk, és talán még egy közös bevezető dolgot, hogy fantasztikus mennyiségű kínai szót tanultunk meg. Ebből kettőt fogunk az előadás során ismertetni. Az egyiket a bevezetéskor, a másikat nem mondom meg, hogy mikor, hogy minél a feszültebb legyen a hangulat, hogy mikor jön a másik. De az első az úgy szól, hogy... Hiáó. Sajnos ezt csak tegező formában tudjuk, ez szervusztok, ezt jelenti, jó estét kívánunk. És azt jelenti, hogy ti jók vagytok. Na, ezt én már el akartam hallgatni, de hát így aztán majd így párosan. Tehát az előadás Kínáról, a kínai élményeinkről fog szólni, és arról, hogy milyen fantasztikusan hálásak vagyunk Péternek, Arankának, hogy ez az ötlet eszükbe jutott, hogy meghívjanak bennünket. Ugyanis szerintem mindenki volt már, utazott már, csinálta a fényképeket, videókat, bevásárolt könyveket és mindenfélét. Hazajött, lepakolta, és ezzel a dolog nagyjából a süllyesztőbe került. Az emlékek kuszálódtak, a mobilon vagy az egyéb eszközökön lévő fényképek nem tudtak porosodni, de nem keltek életre. Minket viszont ez a felkérés arra késztetett, hogy mindazt, amit láttunk, megpróbáljuk összeszedni saját magunk számára, úgyhogy mi mindenképpen jól jártunk ezzel a dologgal. Hogy önök, ti jól jártatok-e, ezt majd a végén ki fog derülni, a garanciát azt igyekszünk vállalni ezért. Mondtam ugye, hogy nem mentegetőzök többen. Az előadást nagyjából úgy képzeltük el, hogy felváltva fogunk beszélni, részben azokról a dolgokról, tehát városokról, helyszínekről, hogy... ezzel is csak színesítsük a dolgot. A bevezetésként azonban én néhány dolgot szeretnék, hogy Kínát valahogy a térképre helyezzük. Mindenkinek van egy Kína elképzelése, nekünk is volt, mielőtt elutaztunk, azért is mentünk, mert több éve készültünk arra, hogy Kínát feltétlenül megismerjük egy picit. Nyilván Kínának elsősorban a középső és keleti részére koncentrálva, tehát sajnos a Sivatag, Tibet, ezek mind kimaradtak, ez majd egy talán következő út lesz, és sikerült egy olyan programot összerakni, majd az útvonalat mindjárt megmutatom, amiben nagyon sok segítséget kaptunk itthoni szakértőtől, hogy mit, hol, miként érdemes megnézni. Az egész út úgy szerveződött, hogy gyakorlatilag 21 nap alatt, 22 nap alatt végtelenül sok helyszínen, ami majd ki fog derülni. Volt olyan szálloda, ahol legalább egy éjszakát aludtunk, de volt olyan, ahol kettőt is. Sőt, majd jön a meglepetés, lesz olyan, ahol hármat is. De gyakorlatilag állandóan úton voltunk, és amivel találkoztunk, az összefoglalón úgymond, hogy jelenségében úgy foglalható össze, hogy óriási ellentétek országa. A gazdagság és a szegénység, a környezetszennyezés, az nem vicc egyébként, tehát az, hogy a szállodákban külön ásványvizes palackok vannak a fogmosáshoz, tehát nem az iváshoz, hanem hogy a fogmosásra is ne a csapvizet használjuk, fürdésnél nem ártott, ez most a mellékelt ábra bizonyítja, de egyébként a forgalom elképesztő, tehát hogy esetleg egy-két kép is lesz róla, de nem is ez a lényeg, hanem ha 8 sávos az út, akkor azon 12 sávban mennek a kocsik. De hogyha, tehát körülbelül így kell, az erősebb, vagy a bátrabb, vagy a vagányabb vezető biztos, hogy bevág eléd, tehát az tuti, ott nincs udvariaskodás, egyáltalán nincs kocsikkal sem. Ennek ellenére a kocsikon egyetlen egy balesetet láttunk a 3,5 hét alatt, az sem volt túl nagy. Én ott fogalmaztam meg, hogy én már elég sok helyen vezettem bérelt autót, saját autót,
Dublinban, tehát baloldali közlekedésnél, ami ugye Hongkongra jellemző, Kínában nem mertem volna autót kölcsönözni. Tehát olyan mértékben egészen más a közlekedési kultúra, az egészen fantasztikus minőségű autókkal, tehát a szegénység és a gazdagság nagyon-nagyon együtt él. Aztán azok a falanszterek. Ugye hát Kína lakóinak a száma majdnem 1,4 milliárd, viszont azok a helyek, az élhető helyeknek a területe nem túl nagy, ezért aztán ilyen 60-80-100 emeletes házakban, 1000 lakásos, 10000 lakásos falanszterekben, 35 négyzetméteres lakásokban élnek a kínaiak. Ezt a tömeget megszokva, gyakorlatilag az utcán is mindenhol ilyen tömeg van, tehát ott ahogy a Gabi szokta mondani, az intim szféra az aztán teljesen figyelmen kívül hagyódik, ezt az előadásban majd több soron bizonyítani is fogjuk. És még egy dolog, ami egy kicsit távolabbról közelít a témához. Kína az az ország, amelyik gyakorlatilag majdnem mindent föltalált Európa előtt, vagy a ma fejlett világnak tekintett világ előtt. A puskaporttól kezdve a sejmen keresztül, és sorolhatnám még, és közben fantasztikus erős hadserege volt, a világ vezető hatalma volt egészen az 1800-as évek ópium háborúkig bezárólag, amikor ugye a brit birodalom, majd aztán utána Amerika vett át néhány tíz évre ezt a vezető szerepet. Ma már megint ott tartunk, hogy még ugyan senki nem mondja, de Amerika már visszaszorult a második helyre, csak Kína sem nagyon akarja ezt propagálni, mert egyelőre a belső ellentmondások nem teszik ezt indokoltá, hogy ezzel kiálljon. És ugyanez a Kína gyakorlatilag mégsem akarta soha a fantasztikusan erős hajóhadával és minden egyebével, nem akarta leigázni a világot. Tehát van egyfajta, majd erre még visszatérünk, aminek a kínai gondolkodás, mentalitás és szakralitás adja meg, véleményünk szerint, felületes véleményünk szerint a hátterét. Jó, most akkor... Köszönöm szépen. Tehát nézzük meg ezek után, és még ezt tudnám folytatni holnap reggelig, hogy mi mindent tanultunk Kínáról, hogy milyen útvonalat is jártunk be. Sajnos nem hoztam magammal azt a mutogatót, de hát... természetesen Pekingbe érkeztünk, még azt el kell mondanom, hogy a Finnair gépével Helsinkin keresztül megye megszűnt a közvetlen pekingi járat. Fantasztikusan jó, hogy aki Kínába utazik, feltétlenül érdemes a Finnairrel menni. Pekingbe indultunk, majd Xi'anban folytattuk, Xi'an után Guilin következett, majd Yangshu, Yangshu mellett Pingán, ami itt a térkép nem tartalmaz, mert végül is néhány, tehát egy icipici település. Onnan elmentünk Hangsuba, Hangsuból Suzuba, a kiejtést, természetesen a kínai kiejtést a kínaiakkal nem ellenőriztettük, úgyhogy ez csak egy megjegyzés. Suzuból Shanghaiba, na és akkor jött az, hogy most már annyira elfáradtunk, hogy most kéne egy kicsit pihenni, és bedöltünk annak, hogy elmegyünk a dél-kínai tengerpartra, Sanyába, mert az egy fantasztikus hely. Tehát elmentünk, ott három éjszakát is töltöttünk, majd ennek nyomait látni fogja mindenki, és onnan Hongkong, és Hongkongból jöttünk haza. Tehát azt gondolom, hogy... Ja, és még azt elfelejtettem mondani... Repülővel jöttünk Hongkongba. Ja, az utazás mindenhol el fogom mondani, mivel, de globálisan mentünk az országon belül vonattal, repülővel, hajóval, autóval, persze, ezen a kis területen itt autóval közlekedtünk, többek között. Ha egy gombot nyomod, akkor tessék? Jaj, ó. Középső, jó. Tehát egy dolgot akkor még egy személyes jellegűt elmondok, mi dohányosok vagyunk, és hát a dohányosoknál ugye öngyújtó szokott lenni. Na most, aki Kínába megy és dohányos, nyilván mindenki egészséges is nem dohányzik, de ha véletlenül mégis hall valakit, aki dohányos, mondja el neki, hogy mielőtt Kínában a belföldi légijáratra felszáll, a öngyújtóját dobja el. Ugyanis mi az első repülőutunkon a Kínában találkoztunk. Az történt, hogy
a baromi nagy csomagunkat feladtuk, boldogan már indultunk volna a becsekkelés irányába, mikor szóltak, hogy ugyan menjünk vissza, és a baromi nagy csomagunkat az utolsó darabig kipakolták, amíg meg nem találták az összes öngyújtót benne, amire egyébként nagyon érzékeny a nem tudom milyen megfigyelő rendszer. Megkérdeztük, hogy vajon mi lehet az oka, hiszen feladott csomagban nem robbanószer, válasz tilos. Tehát öngyújtót nem szabad vinni. Egyébként az utazás, mondom, ilyen módon a belföldi utazások ettől eltekintve tökéletesen működnek. És még egy a lebonyolítás szempontjából, hogy megérkeztünk Pekingbe, gyakorlatilag óriási repülőtér, 80 millió utassal, meg egyéb, tehát itt a méreteket nem kell figyelembe venni, és ezzel a vonattal, ami ottan pirosan a középső. Ez a vonat, erre megérkeztünk a repülőtérre, felszálltunk a vonatra, nem tudtuk elképzelni, hogy miért kell vonatra szállni, azért kell vonatra szállni, hogy a csomagjainkig eljusson. Nem, a mikrofont a tévé miatt, ezzel van nehezítve a házi feladat, hogy ezt közben tartani kell. Tehát ott vagyunk Pekingben. Pekingben ez csak egy illusztráció, hogy ez a forgalom, ez nem a csúcsforgalmi időszakban készült ez a fénykép, vagy hát mit tudom én. Szóval magyarul nincs egy talpalatnyi hely sem, a nap bármely szakában, ez az, amiről beszéltem, hogy elképesztő módon működik a kínai közlekedés, és akkor nézzük, hogy Pekingben mivel találkoztunk. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy körülbelül 100 millió autó megy a pekingi, illetve a kínai utakon, ebből körülbelül 5 millió van Pekingbe, és azt lehet mondani, hogy tényleg nagyon jó, és nekünk nagyon jó sofőrjeink voltak. Gyakorlatilag a közlekedésről még annyit, hogy az országban 173 ezer kilométer autópálya van, amit 400 ezer kilométerre akarnak bővíteni a közeljövőben. Azon kívül van egy úgynevezett nagysebességű vonat, ami körülbelül 15 ezer kilométeren viszi az embert. Úgy tessék elképzelni, hogy ugye mondtuk, hogy amikor Pekingből Xi'anba vonattal mentünk, ez 1300 kilométer távolság, ezt 4,5 óra alatt tettük meg. Én egyszer lementem Budapesttől Balatonkenesére, szintén 4,5 óra alatt tettem meg ezt az utat. Hát Pekingről azt lehet mondani, hogy egy viszonylag könnyen belátható település, mert ugye a kínaiaknál nagyon fontos, hogy észak-dél irányban építkeznek, ezért a város útjai nyugat-kelet irányúak, ugye, hogy a két oldalon meg lehessen tenni a kapukat. A császári Kína gyönyörű szép pagodái, a tiltott város, a különböző egyéb a mennyek temploma, amiket láttunk, gyönyörűek, ugyanakkor egy szociál, borzalmas, kockákból álló lakótelepek, amit már férjem mondott, hogy iszonyú mennyiségű lakással, és ugyanakkor ultramodern felhőkarcolók, és nagyon picike, ott felejtett házikók, amiről azt hinné az ember, hogy mindjárt össze fognak dőlni. Ez a háromféle építkezés, ugyanakkor dugó, lárma, gépfegyveres katonákkal, mert ugye épp aznap volt a Kínai Népköztársaság fennállásának ünnepe, tehát ott mindenütt cirkáltak. Ugyanakkor emellett ugye az ellentmondás gyönyörűen rendbe tartott szép zöld területek, parkok, mindenütt lampionok, ezeknek a 285 emeletes házaknak a tetején sokszor úgy építik meg, hogy a tetejére egy ilyen pagoda tetőt tesznek, tehát nagyon-nagyon eklektikus maga a városkép. Mi azt a három teljes napot töltöttünk Pekingbe, ugye a Pekingbe való slattyogás az viszonylag kevés időt vett igénybe, ugyan a kötelező műemlékeknek a megtekintése, és szerencsénk volt annak a riksásnak, aki cipelt minket, kevesebb szerencséje volt, mit kell hol nyomni? Ja, igen. Ide kéne menni, mert ez egy videó, itten be kéne kapcsolni, és a Hutong nevű városrészbe, ami a régi Pekingnek a milliójét hozta elénk. Remélem, meg az egész kezdet.
Ott kéne. És akkor el kéne indítani, hogy egy kis ízelítő ebből a városnegyedből, ez egy nagyon aranyos, nagyon helyes dolog. Ezek tehát a kicsi földszintes házikok voltak Pekingnek a régi arculata. Ezeknek a nagy részét lebontották, mert ugye kellett a hely a felhőkarcolóknak. Tulajdonképpen az olimpiának köszönhetik a hutongnak egy része, hogy megmaradt, mert be akarták mutatni a külföldieknek, hogy milyen volt régen Peking. Ezt most úgy kell elképzelni, mint Budapesten a romkocsmáknak a környezet. Nagyon sok a kocsma, a kávézó, a bolt, az üzlet. Csak akkor szeretnék valamit beszélni ugye a pálcikákról, az nekem nagy félelmem volt, hogy mi lesz Úristen ott velem, illetve volt egy kis örömöm is, nem tudok enni, legalább lefogyok, ez tiszta haszon lehet. Ezt egy rokon léleknek a honlapjáról loptam ezt a képet, erről sok pálcikával, én is azzal szórakoztam, hogy ahol nem vették észre, eltettem a pálcikát, amivel ettünk. Gyakoroltam az interneten, mert vannak ilyen pálcika használati részek az interneten, ez csak zavarja az embert, úgyhogy ha valaki Kínába megy és pálcikázni akar, akkor eszébe ne jusson az internetről. És akkor a kaja, hát itt büszkén mutatom, hogy már tudok. Istvánnak sokkal jobban ment, én vissza-vissza estem, elő kellett venni, különben mindig adnak kést és villát a kerekszeműeknek. Az étel nagyon ízletes volt, azt mondják, hogy a kínaiak mindent megesznek, aminek négy lába van kivéve az asztalt, de ezt mi is megpróbáltuk így cselekedni, de azért lájtosan, tehát utcajárosoknál nem nagyon ettünk, egy kivétel volt a dumpling, mindenkinek ajánlom, isteni, ezek gombócok, és különböző zöldséges, illetve húsos töltelékkel árulják az utcán, egy bambuszedénybe, egy ilyen bambuszedénybe gőzölve csinálják meg. Ezt különben mindenütt lehetett látni. Egy vacsora, vagy ebéd az számtalan fogásból állt, volt, amikor tudtuk, mit eszünk, volt, amikor nem. A nagyfalat mindenki ismeri, mindenki hallott róla, mindenki tudja, hogy a nagyfal létezik. A ködös képek, azok az időjárásra utalnak, hogy nagyon pocsék idő volt, azt hittük, hogy pocsék idő. Én nekem, azért beszélek én róla, mert a személyes benyomásom egész egyszerűen leírhatatlan. Tehát Pekingtől 90 kilométerre Muti Anyu nevű helyen léptünk fel a falra. Nem tudja senki, ahány forrás megnéztünk, annyit adatot találtunk a 3000 és 10000 kilométer között a hosszáról. Mi nem próbálunk ebben igazságot tenni, de azt a rövid szakaszt, azt a pár száz métert, amit én egyedül, mert a lányok, ugye végül is azt elfelejtettem mondani, hogy hárman voltunk, mert egy barátnőnk is jött velünk, de a lányok az esőre való hivatkozással egy kicsit lájtosra vették a nagy falat, magyarul nem, fölgyalogoltak rá, körülnéztek, és utána beálltak a védett helyre. Én meg úgy döntöttem, hogy megpróbálom azt az érzést átérezni, amit a falakon élők. Természetesen nem tudtam, de, és nem tudom most átadni sem, de elképesztő. Tehát az a gondolatmenet, hogy hogyan kell megvédeni magunkat a mongol ármádiáktól, miközben olyan magas hegyen van már maga a fal is, hogy oda fölmenni sem könnyű. Tehát azt akarnám kérdezni, hogy ki van belül? Hát igen, jó, a belső oldal? A belső oldal az ottan van, de most... Ez a külső. Mindjárt, talán innen jobb, talán ezeken a képeken így jobban látszik, hogy hát nyilván ott van a meredek, ez meg ez a védett oldal. De az, hogy az őrbódék, az egésznek az kialakítása olyan fantasztikus, ugye mindenki hallott a bakancslistáról, én a bakancslistára fölvettem, hogyha egyszer módom lenne rá, csak azért elmennék Kínába, hogy amit végig lehet járni a nagyfalon végigjárva, úgyhogy ahol persze meg kell állni, mert amennyi belefér, tehát gyalog, tehát elképesztő érzés. Csak azért mondom, hogy ilyen hülyeséget az ember csak akkor találhat ki, ha tényleg ott van, mert őrület, olyan meredek helyenként, de nem csak úgy meredek, hogy fölfelé, hanem így oldalra is. Tehát, hogy úgy van megépítve, hogy a katonák hogy védték, nem tudom, mert hogy csak ilyen féloldalasan lehet menni, azon a, mondom, pár száz méteren, amit bejártam.
ilyen szép egyenes rész, mint itt, ez éppen csak mutatóban van. Úgyhogy ez az egész nagy fal komplexum, meg ennek a kialakításának az ötlete, ez is valami egészen elképesztő, hogy a kínaiak hogyan képzelték el ezt a dolgot, és hogy miért találták ki. Szóval ez egy nagyon nagy élmény, és amiről előzetesen tartottunk, vagy tartottam, hogy hát vannak dolgok, amiket az ember tud Kínáról, ugye anélkül, hogy oda menne, hát az marha unalmas lesz, hát most akkor jó, most ott vagyunk. Szóval a nagy fal, majd itt a pekingi egyéb élményekről, ugye a Gabi fog beszélni, azokhoz képest nekem a nagy fal nagyságrenddel volt nagyobb élmény.